Magyarországon talán az egyik legkisebb város vagyunk, ahol Rotary működik. Nálunk jóval nagyobb városokban sem sikerült ezt a társadalmi öntudatot szervezeti formába önteni. Üzletemberekből, vezető tisztségviselőkből álló klubról van szó, amely nemzetközi hálózat tagja. Nagyon szigorú szabályok szerint élnek és működnek, és a legfontosabb céljuk, hogy mindazt a jótékonykodást és a társadalmi figyelmet és a felelősségvállalást közvetítsék azok számára, akik adakozni tudnak, azok irányába, akik erre rászorulnak. A Mórahalmi Rotary Klub ebben élen jár, hiszen nagyon szép és nemes célokat tűztek ki maguk elé. Nagyon sok támogatást nyújtottak már, akár az irodasori fiataloknak, akár nehéz élethelyzetbe került homokháti embereknek, Dobai Zoltán, akinek a művék tagjához járultak hozzá, és a hatalmas részvétele zajló futás ennek az anyagi fedezetét teremtette meg, és most is újabb célokat tűznek ki maguk elé. Egy olyan intellektuálisan szerveződő társaság, akik önmaguk művelésében a világra való kitekintésük és a világról alkotott véleményformálásuk révén és ennek gyarapítása útján szerveződnek közösségé, és ezt a közösségi erőt pedig arra használják, hogy segítsenek olyanokon, akik erre rászorulnak. Egy ilyen kisváros, mint Mórahalom, a maga 6000 főjével és a térség nagyon sokat nyert és nyer ezzel a szerveződéssel. Tizenkét év munkájának eredményét ünnepelhette Mórahalom és Zákányszék május 14-én, az együttműködésük eredményeként létrejött beruházás végén. Befejeződött a két homokháti település szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projektje, mely az országban eddig egyedülálló technológiát honosított meg. A nagyszabású pályázati program és beruházás záró rendezvényén a köszöneté volt a főszerep. Tizenkét éves múltra tekint vissza ez az együttműködés, hiszen akkor kezdődött el a két település között az a tervező munka, amelyet Zákányszéken egy szennyvíz hálózat jelent, Mórahalmon pedig egy tisztítási technológia. Ez azért volt lényeges, mert Zákányszék egy kicsit ködörbe került ebből a szempontból. A környező települések Bordány, Ülés, Forráskút és Zsombó egy önálló szennyvízprogrammal lépett föl. Mórahalomnak ez már megvolt, Domaszéknek megvan, Ásotthalomnak megvan. Tehát Zákányszék önállóan kellett volna, hogy megoldja ezt a problémáját, de tekintettel a település nagyságrendjére egy önálló tisztító, mivel ez olyan drága lett volna, ami nagyon-nagyon sokba került volna az zákányszékieknek hónapról hónapra, évről évre a szolgáltatás díjában kifejeződő költségek vonatkozásában. Ezért született az ötlet, hogy jöjjön át Mórahalomra a szennyvíz. Ez azért is volt optimális, mert Mórahalomon viszont a kapacitások bővítésére volt szükség a város növekedése és az ipari hányad bővülése miatt. Ennek köszönhetően a két érdek találkozott. Rendkívül bonyolult adminisztrációs, lobby és pályázati tevékenység következett ezután. Majd a pályázat sikeres támogatási döntése után pedig egy óriási feladat állt előttünk, ezt úgy megvalósítani, hogy akkor követelménynek megfelelő szolgáltatást tudjon nyújtani. Nem egy könnyű feladat, hiszen 10 kilométeres nyomóvezetékkel, illetve hát a szennyvíztisztítási technológia olyan témának kialakításával, amely ezt a nagy terhelést bírja, műszakilag, szakmailag sem volt, településfejlesztési szempontból sem volt egy egyszerű feladat. Túl vagyunk rajta, 12 évet zárunk, nagy hála Isten, nagy sóhajtás, és futunk a következő feladatot után. Sok sikertelen pályázat után 2011-ben sikerült végül is Mórahalommal közösen támogatási szerződést aláírnunk, és a kivitelezés 2012. novemberében már el tudott kezdődni, és hát a nagyon rövid határidőnek is én gondolom még a viszonylag vagy nagyon jó kivitelezőnek köszönhetően nagyon gyorsan befejeződött a beruházás, hiszen most már záró rendezvényt tarthatunk, és 2014-ben a műszaki átadás is megtörtént, a vízjogi üzemeltetés engedélyt is megkapta a társulás, így ez már működhet. Több mint 2 milliárd forintból megvalósuló Zákányszék esetében 100%-os szennyvíz csatorna lefedettséggel megvalósuló beruházás, Mórahalom esetében pedig rekonstrukció, illetve egy tisztító telep építése volt benne ebben a pályázatban. A lakosságnak meg kell köszönnöm azt a végtelen türelmét, amit az egész idő alatt tanúsított, a kivitelezés alatt elsősorban, azonban az is nagyon fontos része a történetnek, hogy a lakosság önerő biztosításában is nagyon aktívan közreműködött, a befizetések időben megérkeztek, ezért a projekt mindvégig finanszírozható.
látható volt. Ami probléma esetleg fölmerülhetett, azt a kivitelező rögtön orvosolta, ezért elenyésző volt azoknak az eseteknek a száma, ahol mondjuk nekem be kellett avatkozni, mert a kivitelező ezt nagyon jól kezelte, és így a lakosság tulajdonképpen a beruházásból érezte, hogy itt-ott azért föl van durva az utca, de viszonylag gyorsan helyreállt a rend a településen. A Morvalmi Lakossági Partnerség a hálózat rekonstrukcióban kellett, hogy megnyilvánuljon, hiszen nálunk nem épült új hálózat. Meglévő, rossz állapotban lévő hálózatot kellett felújítanunk. Hál' Istennek ebben a szempontból is eredményesnek mondható a történet. A garanciás bejárások még ezután következnek, egy-két útsüllyedésünk azért van, amit még a következő időszakban kell helyrehozzunk, de tűrte a lakosság, és azt gondolom, hogy közös érdekünk is volt az, hogy ne kelljen hónapról hónapra, évről évre újabb útfelbontásokkal elhárítanunk a viszmajor problémákat és komoly műszaki feladatokkal szembenézni, hogyha a szennyvízbe kötő vezeték törése miatt nagyon komoly feladatokat kell megoldjunk, emiatt volt ez szükséges, a legrosszabb hálózatainkat rekonstruáljuk, cseréljük, ez megtörtént, és reméljük, hogy hosszú időre a következő időszakban mentesítjük a falu és városvezetéseket ilyen típusú feladatok problematikus megoldása alól. Zákányszéken 1600 méter rajtátőrszennyvíz csatorna készült el, 655 darab házibekötés, és készült egy 9600 méter hosszú nyomócső, ahol szennyvízhozó telepre viszi el Zákányszéknek a szennyvizeit. Ugye már a próbaüzem is lezárult, már javában működik ez az a beruházás. Közben a próbaüzem során esetleg voltak-e fennakadások, melyeket aztán sikeresen meg tudtak oldani, vagy ez nem számottevő? Igen, hát az, az igazság, hogy az országban először itt készült Zákányszéken pneumatikus szennyvíz átemelő. Ez egy teljesen új rendszer, ami azt jelenti, hogy a Zákányszéken összegyűjtött szennyvizeket utána levegővel keverve továbbítjuk a Morvalmi szennyvíz telepre. Ezzel azt írjuk el, hogy a szennyvíz csatornában nem rothat bele a szennyvíz, tehát nem kezdődik meg a fermentáció, nem bomlik a szennyvíz, nem lesz bűzhatás a szennyvíz telepen, amikor a szennyvíz odaérkezik Morvalomra. Ugye ez azért fontos, ugye 9600 méterre vagyunk a szennyvíz telepről, és ráadásul amíg a faluban összegyülekezik a szennyvíz, azért idő eltelik. És 5 órán túl megkezdődik a szennyvíznek a lebomlása alapesetben, és ugye ezt küszöböltük ezzel az átemelővel. Erre büszkék vagyunk egyébként, és az üzemeltető is büszke erre, hiszen ez egy olyan projekt, amelyik még Magyarországon nem készült, tehát ilyen átemelő Magyarországon még nem készült, nem működik majd, azután biztos, hogy el fog terjedni, hiszen ez az első fecske mindig az a nehéz, és aztán utána már el fog terjedni jobban ez a technika, de ez nagyon fontos, hogy itt megépülhetett. Ez azért egy több éves beruházás volt, több évig tartott, óriási jelentőségű mind a két település életében. Most így a záró rendezvényen hogyan emlékszik vissza erre az időszakra? Hát nézze, biztosan emlékeznek rá a tisztelt nézők, hogy itt volt minden, volt eső, volt sár, volt hó, volt fagy, magas talajvíz, rendkívüli időjárási körülmények között sikerült ezt a projektet megvalósítani a kivitelezőnek, hiszen olyan helyzet Zákányszéken, amelyik egyébként a homok területén van az Alföldnek. Ilyen magas talajvízzel az elmúlt időszakban nem találkoztunk mi sem, és a kivitelező sem. Ez rendkívüli körülmények adottak ebből következően, még a házi bekötéseket és vákumos talajvízszint súlyesztéseket letenni sok esetben. Egyrészt ez költség oldalról is kellemetlenítette a kivitelezőt, másrészt időben rendkívül elnyújtotta a beruházást, tehát tényleg volt minden olyan körülmény, amelyik nehezíti a beruházás befejezését határidőre, de ezt végül szerencsére sikerült ezeket a körülményeket leküzdeni. Szerencsére egyébként nem volt túlságosan komoly és hosszantartó nagy tél, ami segítette az előadást, átálltatta a magas talajvíz. A gyakorlati tapasztalatok mind a próbőzzem során, mind az azóta eltelt több mint egy éves üzemeltetési tapasztalat alapján nagyon jól vizsgázik a tisztítás technológia. A vonatkozó határértékek
szempontjából mind legalább 50%-kal alatta van annak a határértéknek, amelyet a jelenleg a jogszabályok, illetve a hatóság megszabott, és külön kiemelve a tápanyag eltávolítást, amelyben gyakorlatilag a jelenlegi már szigorú határértékhez képest is 10-20%-a a kibocsátott szennyvíz foszfor és ammónia-nitrogén tartalma. Mindez mennyire jelentett akár kihívást is, ugye ez nagyon bonyolult technológia, azt már azért említette az előadásában is, hogyan tudtak együttműködni a projekt többi részvevőjével? Azt gondolom, hogy az nagyon fontos szempont volt mindenki számára, hogy sikeres projektet kell végrehajtani. Ugye a kivitelezőknek volt egy olyan nehézségük, hogy az eredeti tervezethez képest, amiben arról volt tervezve a közbeszélés során, hogy egy év lesz annak a megvalósítására, gyakorlatban ez csak 7 hónapra szűkült a fizikai szó szerinti megvalósítás, a megépítés már a próbaüzem indításához, a közbeszerzés, illetve az előtte lévő dokumentációs idő elhúzódás miatt, mert hogy a projekt zárásnak közben meg időre kellett megtörténnie, és így gyakorlatilag a kivitelező sem mert abban kockáztatni, hogy elkezdjen jelentősebb beavatkozásokat végrehajtani a technológiában, kockáztatva azt, hogy akkor nem tudja időben befejezni. Másrészt mi már előtte azért, mint mondtam, megvizsgáltuk ezt a technológiát, és úgy ítéltük meg, hogy jól vizsgázott és jól működő rendszerről van szó. Fontos norvég licenszen működő Lengyelországban, Németországban, több helyen már nagyon működő, de Magyarországon is már több tíz referenciával, már a kivitelezéskor is referenciával rendelkező telep tapasztalat alapján úgy gondoltuk, hogy ez a technológia megfelelően tud működni. Próbáltunk a gépek vonatkozásában olyan gépeket alkalmazni, amelyek szintén megfelelő referenciákkal rendelkeznek, de teret engedve az újításnak is, ha úgy ítéltük meg azt, hogy talán azzal még tovább fokozzuk, különösen itt a finom szűrőre gondolok a nyerszennyvíz elején, amely a szalszneszfiltre berendezések azért még nem sok van Magyarországon, de arra is próbáltunk odafigyelni, hogy az üzemelési kockázatokat csökkentsük azzal a minél nagyobb tartalékképzéssel, mind a nagy gépek vonatkozásában, mert a hengerrács, illetve a szalszneszfiltre is jelentős tartalékkal, gyakorlatilag dupla akkora mennyiség van, mint amit a normál üzem megkívánna, de mind a kisebb gépek, szivattyúkból hideg tartalékok, légfúvókból hideg tartalékok, de megemlítem fontos momentumként a vezérlés technika, mert egy komoly bonyolultan működtethető, rengeteg géppel és szerelvényen működtető technológiának nagyon fontos a lelke, azaz úgynevezett PLC, számítógépes és folyamatirányító rendszer, amelynek a kiesése az szintén a teljes telep leállásához vezetne, holott a beruházás összegében gyakorlatilag ez a 0,5% alatti része az egésznek a berendezésnek, de gyakorlatilag ennek a csak egy néhány tízezer forintos kis alkatrésze is az egész telep leállásához vezetne, hogy ebből is nagyon fontos volt, hogy olyan biztonsági eszközöket és olyan tartalékokat képezzünk, amelyek lehetőség szerint minél inkább biztonságos és folyamatos üzemet tudjanak garantálni. A két településen hány háztartás szennyvízét tisztítja tulajdonképpen ez a telep, és maga a tisztított szennyvíz az hová kerül? A két településen gyakorlatilag ugye a 655 bekötés épült Zákányszéken, ebből 85%-a rá van kötve, és Mórahalmon a 2100 meglévő, már a projekt előtt is korábban meglévő bekötésből szintén azt mondhatom, olyan 85%-os rákötési alánnyal van jelenleg elvezetve a szennyvíz. Ez alapjaiban mennyiségében, összességében a 950-1200 köbméter per nap közötti átlagos szennyvíz mennyiséget jelent. Ez az, amit kezel jelenleg a telep, még van tartalék, tehát a maradék 15%-ok is nyugodtan fogadhatók, illetve a tervezve volt egy ipari parki kontingens rész is, ami egyelőre most az ipari parkban visszaeső fogyasztások miatt nincs kihasználva, de ennek is megvan a biztonsága, hogy ez még fogadható. Úgyhogy ebből a szempontból azért tartalékokkal rendelkezik a telep. És gyakorlatilag a tisztított szennyvíz kétféle elvezetési módon történhet. Egyrészt a közvetlen a szennyvíztisztító telep mellett lévő Mórahalmi belsőségi csatornába vezetve közvetett úton egészen a Holtiszáig, és onnan a Tiszáig jut el a tisztított szennyvíz áttemelőkön, illetve zsilipeken keresztül. A másik elvezető rendszer az a Mórahalomváros önkormányzat és az Atévi vízi korábbi projektjében megépült úgynevezett széksóstói vízpotló rendszer, ahol magában a széksóstóba, mint nádas élőhelyre történő vízpótlásra, szikes nyári időszakoktól történő vízpótlásra történő elvezetés is biztosított, és ezt is működtettük, és éppen pont a közeljövőben a nyárra felkészülve valószínűleg ismét indítjuk majd a vízpótló rendszert.
Számos homokháti település csatlakozott ahhoz az országos kezdeményezéshez, melynek célja az országos kék körútvonalának megtisztítása volt. Polgármesterek, gyermekek, tanárok és még sokan mások ragadtak szemetes zsákot, és gyűjtötték az útszéli hulladékot önkéntesen május 15-én és 16-án. A Móranet TV két települést, Domaszéket és Ötömöst látogatta meg, ahol helyiek csatlakoztak a Teszed akcióhoz. Gyertek, gyertek látni is egy kicsit! Mi az apropója annak, hogy most itt a Domaszéki Általános Iskolának a diákjai ilyen szorgosan gyűjtik a szemetet a háttérben? Mi is csatlakoztunk már évek óta ehhez a Teszed mozgalomhoz, programhoz, és a 8. osztályosok, 7. 8. osztályosok minden évben gyűjtik a szemetet ezen a napon. Alapvetően az iskola mennyire környezettudatos, mennyire próbálják erre az egészre fölhívni a figyelmet, például ön is, mint tanár? Én minden órán igyekszem ezzel kapcsolatosan, amikor a alkalom adódik rá. Egyébként meg a szelektív hulladékgyűjtésben már hosszú évek óta a legkisebbek is részt vesznek. Az iskolában is szelektíven gyűjtjük a hulladékot, és természetesen most már otthon is a szülők is. Tehát a gyerekek viszik haza az információkat, ez alapján a családok is csatlakoznak hozzá.